Mi így a modern popzene és a gospel zene határmezséjén mozgunk. Én arra törekszem egyébként, hogy mindig Istennek zenéljek. Helyes fiatal zenészekből, helyes bitek, profi zenészekből áll a Helyes Bit csapata, akik Székesfehérvárról indultak, de a fővárosban és Újbudán is koncertezni kezdtek popos gospel műsorukkal. Billentyűsük Tóth Marcell már kerületünk lakója. Belefutottunk össze elbeszélgetni arról, hogy egy mai, fiatal hívő srác milyen formában és módokon szeretné hirdetni az igét, dicsőíteni Istent és másoknak szórakozást nyújtva zenélni. Hogyan állt össze a Helyes Bit zenekar, tehát honnan származtok, és mit kerestek itt Újbudán néhányan? A Helyes Bit zenekar régi múltra tekint vissza, úgy, mint Helyes Bit, ezen a néven csak 2012 óta létezünk, de egyébként maga a zenekar tagjai együtt egy gyülekezeti dicsőítő, ifjúsági dicsőítő zenekar voltunk Székesfehérváron a baptista gyülekezetben. És hát innen régi barátságból alakult a zenekar, és mivel mindenki a maga területén profi zenész, tehát az énekesek is profi énekesek, és minden hangszeres zenész is végül profi zenész lett, ezért úgy gondoltuk, hogy hát muszáj csinálnunk egy zenekart, ami így is működik. És igazából az a célunk, hogy azt, tehát ezt a színvonalat, amit mi egyébként zeneileg tudunk produkálni, mert hogy ez a szakmánk, ezt tényleg tudjuk egy olyan tartalommal kommunikálni, ami nekünk leginkább a szívünkből jön, és Isten előtt egy áldozat lehet. A mi stílusunk úgymond egy eléggé kevert műfaj, ami egyébként manapság jellemző, tehát már a zenei világban is egyre kevésbé vannak ilyen meghatározható, konkrét stílusirányzatok. Igazából mi így a modern popzene és a gospel zene határmezséjén mozgunk. Hogy kerültetek Budapestre Székesfehérváról? Hát nyilván ugye a tanulmányok, meg az életben az elhelyezkedés munka miatt. Egyébként van, aki Fehérváron maradt, tehát a frontemberünk, a Pete, Ferenc Péter, ő például mai napig Fehérváron lakik, és onnan építi a karrierjét. Illetve a másik billentyűsünk, aki egyébként a basszusokat játsza a zenekarban, ő is székesfehérvári. Én egyébként itt is élek Újbudán, a többiek a pesti oldalon. Most nem járunk mindannyian ugyanabba a gyülekezetbe, de nekünk célunk az is, hogy a keresztény úgymond palettán, vagy hát a keresztény világban, illetve a világban is, tehát a nem hívő világban is jelen legyünk. Tehát ugye kifele a nem keresztények felé szeretnénk ezeket az értékeket és ezt a hitvallást kommunikálni. Mi szeretnénk tényleg felekezet függetlenül a keresztények felé is jelen lenni és szolgálni. Imádlak, szükségem van rád. Szeretlek, imádlak. Nagyon érdekes Magyarországon most a dicsőítő zenéknek a horizontja, ugyanis azt lehet tapasztalni, hogy nagyon sokan lelkesedésből, szeretetből, hitből, hitbuzgalomból
csinálnak zenét templomokban. Hát bocsássa meg az Isten, de a legtöbbtől kiszaladok bizony, amikor meghalom, és a televízióban is sokszor olyat látok, ami nem színvonalas, nem igazán jó, és hát mögötte csak a lelkesedést nézni. Hát ez egy szép keresztény dolog, de azért az ember ezt nem hallgatja szívesen otthon, vagy az autóban, vagy ilyesmi. Tizenétek más, ezt már első meghallgatásra érzem és mondom, tehát biztos azért is, mert profi zenészekből álltok, mert konkrét elképzelésetek van arról, hogy mit szeretnétek csinálni, mit szeretnétek elérni. Kicsit a helyesbítről, magáról mondj pár szót, hogy igazából mi az, amit ti pluszt hoztatok akár a gospelbe, vagy ebbe a magyarországi, bocsánat, dicsőítőzenék területén eléggé nagy katyvaszba. Hát köszönöm, hogy ezt mondod. Tényleg ez a célunk, hogy úgymond a minőséget kommunikáljuk. Tehát egyébként azért nem mi vagyunk az egyetlenek, akik, tehát az sok olyan formáció létezik, akik tényleg profik és színvonalasan csinálják. Nyilván ugye, hogyha a világ felé akarunk kommunikálni, vagy mondjuk tényleg publikusan ez megjelenni azzal, hogy mondjuk zenélünk az Úrnak, akkor annak azért tényleg olyan minőségűnek kell lennie, hogy nem az az első, hogy az ember kiszalad, mint ahogy mondod, az adott helyről, vagy lecsukja a lemezt, hanem hogy legyen egy ilyen minőség, és mi ezt szerettük volna támogatni. Tehát tulajdonképpen mi egy ilyen támogató példával szeretnénk előjárni a keresztény világban, és egyébként ennek meg is van a gyümölcse, mert tényleg az látszik most nem csak a mi hatásunkra nyilván, de hogy egyre több olyan keresztény produkció nőtt ki azóta, akik tényleg komolyan veszik, hogy egy mondjuk egy lemezhez producer kell, rendes hangstúdió kell, annak megvannak az előkészületei, hangszerelést kell írni, stb. Tehát, hogy az olyan minőséget tudjon megütni, amit bárki meghallgathat. Gyülekezeti dicsőítő zenekar, ami nyilván nem feltétlen tud profi zenészekből, illetve profi hátterű dolgokból összetevődni. Viszont szerintem azért, tehát nyilván azoknak is ugyanúgy megvan a céljuk, és én nagyon, nagyon támogatom, hogy legyenek olyan formációk is, akik úgymond nem profik, de hogy magát a dicsőítést azt olyan szívvel csinálják, ami egy gyülekezetben kell. Te ragyogod be az ét, te hozod el a reményt, nincs más Isten, nincsen más. Te vagy az Isten, aki nevére leborul minden a földön, az égen hegyeket mozdít, beteget gyógyít az Úr ma is. Elmesélted, hogy vannak olyan keresztény dalok, amelyek gyülekezettől, felekezettől függetlenül nagyon sok más zenekaroknak a repertoáriába is bekerülnek, független attól, hogy azt katolikus szerző, vagy baptista, vagy református, vagy éppen a hívő gyülekezetének egyik tagja írta. Így ezzel egy kicsit így megteremt egyfajta ökumenét, úgy látod? Tehát, hogy fölött áll a vallásoknak? Igen, én abszolút így látom, és erre sok példa is van, hogy tényleg nagyon hasonló repertoárral tudnak együtt énekelni különböző felekezetekből a hívők. Van például ez az a nap rendezvény is, ami pontosan erről szól, hogy ami közös az összes gyülekezetben, és az a közös szív,
az ott együtt összejöjjenek, és létrejöjjön egy közös dicséret Isten felé. Közelmódban itt Újbudán is adtatok egy sikeres koncertet. Nagyon nagy készülődés volt bennünk, már nagyon régóta csináltuk a lemezt, és készültünk a koncertre, és nagyon izgatottak voltunk, hogy fog sikerülni, hogy fogadja a közönség, és egyáltalán mi lesz ennek a visszhangja. Én úgy érzem, hogy nagyon jól sikerült. Nem tudtunk zenekarral olyan nagyon sokat próbálni rá, viszont ott pont a koncerten ott úgy éreztem, hogy valahogy úgy összerándult az egész, és Isten ott volt, és segít, és tényleg minden gördülékenyen ment. Nagyon kiváló kollégák dolgoztak velünk fénytechnikába, vetítésbe, hangtechnikába, úgyhogy nagyon nagy élmény volt maga a koncert, és úgy éreztem, hogy a közönség is élvezte, és eljutott hozzá az üzenet és az az érzés, amit várt a koncerttől. Éreztem én, a legelején megváltozott minden. Egy átlagos fiatal ember vagy, de mégsem vagy átlagos a tekintetben, hogy egy olyan zenész vagy, aki nem csak a közönségnek, vagy a hírnévőről, vagy a pénzért, vagy a csajokért zenél, hanem ahogy az imént mondtad, te Istennek is zenélsz. Milyen Istennek zenélni? Mit élsz meg akkor? Tehát ahogy az írásban is van, hogy akár esztek, akár isztok, akármit csináltok, azt mindent Isten dicsőségére tegyetek. Én nekem egy nagy hála ok az, hogy Isten nekem adott egy bizonyos talentumot, amit nekem úgy érzem, hogy kötelességem kiaknázni, és ezért bármikor, bárhol zenélek, én ezt Istennek ajánlom. Viszont ugye, amikor konkrétan dicsőítő zenét játszom, azzal még pluszban, úgymond verbálisan is, meg tényleg ott 100%-osan ezt akarom kifejezni.